16 ember kezén kattant a bilincs. Közülük heten most sem mehetnek haza, mert úgy gondolták, hogy a kertészkedés marihuánával nem tiltott. Bátran fogyasztották, sőt, ketten még kereskedtek is vele Békés vármegyében. A 6 férfi és egy nő közül ketten az élettársukat is belevonták a kereskedelembe. Valószínűleg együtt üzleteltek. Egyikük édesanyja a kertjében biztosított sátorral járult hozzá a füves sefteléshez. Pénzt, autót és 40 tőkendert lefoglaltak a társaságtól.